Igen? Alul fog, figyelme szétszakad. Köszönöm. Jöjjenek. 40 ezer forint értékű csomagot ad át az Egyszülős Központ 2022-es Tolna megyei nagykövete a Babits Mihály Kulturális Központban. A szervezet az idei évben támogatói felajánlásoknak köszönhetően 400 rászorulót lep meg karácsony alkalmából. Szekszárdon ezúttal 10 család vehette át az illat és tisztálkodási szereket, illetve ajándékot és édességeket tartalmazó dobozt. Az Egyszülős Központ most már nem először idén ajándékcsomagokat gyűjt össze, és a rászoruló egyszülős családoknak osztjuk ki tulajdonképpen. 200 család kap Budapesten, illetve 200 család kap vidéken. Ma Magyarországon több mint 500 000 gyermek nevelkedik egyszülős családban, mondja a nagykövet. Központ célja, hogy azokat az egyszülős családokat, akik rászorulnak, ezt fontos hangsúlyozni, valamilyen módon segítse a központ. Ebben nem csak ajándékozás tartozik bele, nagyon sok programot szervez az egyszülős központ Budapesten is és vidéken is, ahol például foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek, órákon vagy olyan képzéseken, amit esetleg nem tudnának kifizetni a szülők. Az eseményen Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója elmondta, hogy az intézmény szívesen ad teret és helyet a jótékonysági rendezvényeknek, ezért nagy öröm volt számukra, hogy a szervezet megkereste a központot, és az átadó ünnepséget itt tartották meg.